Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém! Sziasztok! Elérkeztünk az idei több faragós videónkhoz, és hát változás van a koncepcióba, mivel mindig úgy faragtunk tököket, hogy egyetlen egyet faragtunk hárman, viszont most mindegyik tök fej kapott egy tököt. Ezt a fejét tőled vettem, elnézést kérek. Mi ez egy telefon? Leesett a telefonod, normál? Betört legalább? Jó, kezdődik a videó. Illetve a másik pedig a helyszín, Hévízen vagyunk pihenni, igen. És itt fogjuk kifaragni a tököket. Jó, srácok, aki legelőször elkészül a tökével... Ez szerintem csak gyerekkor volt vicces, mindegy, nekem még mindig vicces. Na, szóval... Miki boldogat a kamera mögött. Szóval, aki legelőször elkészül a tökével, ő fog nyerni valamit. Ne a gyorsságra. A szépségre menjünk? Hát már szépségre? Csinálok kettő izét, meg egy... Jó, teljesen igazad van. Jó, figyeljetek! Van itt egy behajtó, amit apa hozott nekünk, hogy eltagazza könnyebb kifúrni. Hát nem tudom, hogy mi hoztam, mi nem akarom csavarbehajtót használni hozzá, de majd lehet, hogy könnyebb lesz. A késsel óvatosan, jó? Gyerek kezébe kés nem való, úgyhogy ti hátrányba indultok. Jó, persze. Jó, óvatosan srácok, jó? Milyen tököt fogtok faragni? Hát... Mondja rá, nekem, én már megtaláltam. Jó, te telefonról fogsz csalni, oké, Ákos? Ja, hát én is telefonról fogok csalni, igazából szerintem One Piece-ből a Sanji-t akarom. Ó, hát arra kíváncsi leszek. Na, srácok, kés a kézbe, jó? Egy, kettő, három, és akkor vágjuk ki a tetejét, mehet. De aztán össze nem kell kirajzolni a tetejét. A tetejét azt nem, azt csak körbe vágjuk, lehet cikcakba, hogy az a lényeg, hogy a belét szedjük ki. Aha. Csak lehet, hogy én kicsit vágtam neki. Hú-hú! Mert ki kell kanalazni, ugye? Nehéz az a kés se. Hát nekem megy, hallod, mint az ágyba kapilás. Lehet, hogy elég rosszul vágtam ki. Húha, ezt nézzétek. Nem, a tetejét azt nem kell. Az teljesen mindegy, hogy hogy van. Jó, ide rakom. Közben a Tutti Juice támogatja a videót. Köszönjük szépen. Leírásban megtaláljátok. Ezt én le is vágom. Jóval én már gyakorlott vagyok. Ha jó, ezt levágom. Jó. Mit csinálsz? Jó. Nagyon jó, és akkor jön a kanalazás. Na, segítsek valakinek? Nem kell, megoldom. Megoldod, Ádikám? Nehogy elvágd a kezedet. Vedd onnan a kezedet, jó? Az megszalad a kés, oké, ügyes vagy. Jó, segítsek? Nem kell. De vedd onnan a kezedet, mert el fogod vágni. De még nem megy úgy, mint nekem, hogy így reszeltem, mint az állat. Hát nem jó. Hát de az nagyon kicsi lesz, úgy nem tudod kikanalazni majd. Mert lesz most még háromszor. Jó, te tudod. Ádi, a kezedet el fogod vágni. Nagyon jó, Ádi! Vágd le! Szóval csináltam. Úgy, vágd le, úgy, azaz, ügyes vagy. Azaz, megvan a teteje. Mindjárt megvárjuk Ákost is, és akkor jöhet a kikanalazás. A finkszag. A finkszagú tök. Ugye, emlékszel? Először szerintem én szétvágom. Ja igen, itt belül azért vágjuk szét. Jó, megvan a taktika. Megvan a taktika? Még csak most. Ja, még csak most, de most. Jó, azaz, na úgy már jobb lesz Ákos, igen. Azaz, ügyes vagy, csak el ne vágjátok a kezeteket, jó, mert a baj lesz. Okay. Te már kanalazó! Ja, jó van. Gyerünk Ákos, mert le vagyunk maradva, mint a borra való. Gyerünk, mert az Ádika, hát ő szokott lemaradni mindig ezekbe a dolgokba. Ez így nem jön ki. De! Na Ákos, megszületett. Tessék Ákos, itt a kanalad is. Ki kell kanalazni. Húha! Fú, de bidőbb! Ki szeretni a... Nem baj. Majd össze lesz takarítva. Aztán hoztunk tollat, Filz tollat elfelejtettünk hozni, hogy kirajzoljuk a dolgokat. De aztán majd meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Ilyen se volt még, óriási a verseny. Minden évben csinálunk ilyen több faragós videót. Jó, hogy nem gyorsaságra megy, szóval tök mindegy. Bocsánat. Nem gyorsaságra megy, de ilyet még nem csináltunk. Minden évben csak egyetlen egy tököt faragunk, és ez lesz a Hévíz töke. Jó? Ez lesz a Hévíz töke. Jó, nagyon ügyesek vagytok. Hát ebből nem akarnak kijönni a babok. Hoztunk gyertyát is, nagyon jó lesz. Gyerünk srácok. Jó van, jó van. Hogy haladtok? Jó van, jó van. Amúgy nem jó, de nem baj. Az a helyzet, hogy szerintem ilyen bonyolult tököt akartok faragni. Hát szép. Tudni, mi? Hogy vágtad te azt ki? Igen!
igen, elég furcsa, de itt nem az a lényeg, hogy jó legyen, itt egy kicsit a késem az a helyzet, hogy megszaladt. Persze. Úgyhogy ilyen lett a formája. Nekem meg szét van bánkva az olyó. Tényleg? Ne idegesítsé. Dani rossz tököt választottam. Ja, amúgy. 3000 forint volt a három darab. 1000 forint volt a darab? Hát ja, de kilóra mérik. Ha a kamaralazással mindenki végzett, akkor utána bevárjuk ott egymást, jó? Ti még nem is faragtatok soha életetekbe egyedül, nem? Itt volt az ideje. Na, siker? A jó, már szétszóródik az asztalon az egész cucc, jó? Hú, Dani. Igen? Tiéd a szebb belülről. Szebb? Hát nézd meg az enyémet. Muti? Nem, ma jó az, figyelj, ez már annyira jó, hogy egy gyertek. Muti? Ez már annyira jó, hogy ez tökéletes, srácok. Tökéletes, ha jó, ez jó volt. Tökéletes, srácok, mert hogyha a gyertet bele lehet rakni, akkor már jó. Sőt, ilyen hányást lehet ebből csinálni a töknek, nem? Mit csinál? Hányást, ja. Mint a hányna. Na, nekem így jó. Ki szereti a sűrt tököt? Én se. Nem szeretjük, egyáltalán nem szeretjük. Te se? Én se. Hú, nagyon. Niki, te szereted? Nem. Niki se szereti a sűrt tököt. Hát segítsél már! Ne, hogy segítek, hát az a te tököd. Egy tök, két tök, nem tököd, öntök. Ha-ha-ha. Három tök, vagy hat tök fej. Fúj, mi hat az zöld benne? Fúj, hát az egy zöld tök mag. A tök magot szeretitek? Nem. Nem? De azt megeszem, azt még a tök mag az finom, igen. Valaki nagyon húzza a gázt az utcán. De a motoroznak itt is, látod, nem csak nálunk. Itt is motoroznak. Na, megvagytok, srácok? Nem. Én addig szerintem elkezdem kirajzolni magamnak. Van kettő kanálom. Hol lett a kanál? Ja, itt. A kanál ott van. Nem is tudom, hogy melyik legyen a tök eleje. Szerintem ez lesz a tök eleje. Tök ödön. Az a helyzet, hogy nehogy olyat csináljak, mint tavaly. Csináltam egyszer ilyen háromszög szeműt. Nem tudom, hogy milyen legyen. Szívecskéset? Hú, az nagyon nehéz neki. Jó, csinálok szívecskéset a feleségem kérésére. Nagy etolat. Na, nézd, várjál. Uha. Nem látszódik. Ez nagyon durva, de látszódik, csak nagyon bonyolult egy szívecskét kifaragni. Jó, ez szerintem. Jó lesz, Ádi? Jó. Srácok, jó? Na, akkor kezdődhet a faragás. Várj, melyik oldalára? Erre, tökéletes lesz. Jó lesz. Az orra is szívecskés lesz nekem. Jaj! Leborult! Most van a tök megrajzolása. Hát én nem tudom. Ez... Én nem tudok rajzolni, mert... Ez nagyon durva lesz. Csak kettő toll van, az a baj. Jó, ez nagyon durva lesz. Kettő de ez nem jó. Az nem olyan jó toll, az Ákos tollja nagyon jó. Én megvárom azt. Jó, várd meg. Hát Ádi még várhat. Ezt akarom, de hát... No, hát neked is szívecskés az egyik hát szeme. Jó, hát... Ez Sanji, aki ismeri a One Piece, Sanji-t akarja az Ákos. A tökön nem hiszem, hogy nagyon sikerülni fog, de megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Én nekem nem látszódik a rajzom, de én azt a taktikát választom, hogy ahogy esik, úgy puffan, úgyhogy szívecskés lesz. Én szerintem el fogom tanni. Ádi, te miért akarsz? Ádi, te ilyet szeretnél? Ez micsoda? Ilyen szellemféle. Szellembellem. Jó, nagyon jó. Oké, Ákos megrajzolja, aztán... Hú, hát azt kifaragott, hallod, az na... Ez ilyen kisebb késeg. Nézd, ez hány? Meg azért mondom, hogy ebből lehetne ilyen hányást csinálni, amit kiszedtünk belőle. Ha még Ákos itt te rajzolgat, egészségedre csükkém. Jó megy. Nekem is adtok majd. Nincs több. Mi? Jó, meg az egyébként. Na jó, meg Ákos megrajzolta, most te jössz, Ádika. Rajzold meg, és akkor jöhet a faragás. Na, ne! Az az igazság, hogy hát kicsit nem úgy néz ki, ahogy szerettem volna. Hát itt a szája az ilyen, nem tudom milyen, a szemöldöke meg kicsit elcsúszott meg a szeme. Kicsit más, hogy néz ki, de nem baj, majd kihozok belőle valamit. Megvagyunk a megrajzolásra, Ádikám, nagyon cuki lett, ahogy nézem, nagyon aranyos vagy. Szerintem az első faragásod, anya ottad egy kis kés, ahogy látom. Nekem is kell. Szerintem az első faragásod nagyon-nagyon aranyos lesz, úgyhogy ne búsulj el. Ákos, hát te nehezet választottál, nézzük, akkor kezdődjön a faragás. Szerintem meg ilyen... Az egyébként nem is látszik, mondom, ez ösztönből jön. Olyan jó lesz a szívecskés, hogy hihetetlen. Anya adott új késeket, nézzük. Na, mehet srácok, akkor faragásra fel. Jó, én nem. Nekem a szívecskés szem, hát nagyon kíváncsi leszek, de ez jó ez a kés. Aszta! Hát micsoda! Te jó ég! Ez nagyon durva lesz, srácok. Én ilyen szögletesen vágom. Oké. Okay. Nagyon jó.
ezt a feleségemnek csinálom, de hát... Ez a helyzet... Ujjaj, belevágtam az orrába! A jó a szívecske! Nagyon szeretem a feleségemet. Ekkora szívecske, nézzétek meg! Húha, ez nagyon durva, az orra nem is tudom, hogy hogy fog elférni. Vagy a szája. Na látod, berajzoltam és nem is úgy csinálom. Ez a trükkje. Jó? Mit csináltál? Jó, nem baj. Azt hittem elvágtad az ujjadat, de megijedtem, Ádi. Ne ijeszgess, a frászt hozod rá. Ajjajjajjajjaj. Na jó van, eltaláltam. Jó lesz. Eltaláltam én is. Kicsit le kell reszelni. Nagyon béna vagyok, sose volt kézügyességem. Jó, van nekünk meg ez az első forogás. Ez az első forogás. Azt, hát ez olyan fényes lesz ekkora szívecskéke. Na Niki, nézzük meg. Nézzük, az a jobb az jobb lett, nem? A jobb az jobb. A jobb az jobb lett. De ti nagyon ügyesek vagytok, hát kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez a végén. Ez sokkal könnyebb, hát mit csináltam én nem? Ó, hát ezt én nagyon elrontottam. Hát ez nagyon durva. Hát tiéd lesz a legrosszabb. Köszi! Na várjál, szívecskés orr. Ez egy szögletes szívecske lesz az orra. Úgy látom. Kicsit belevágdosások lesznek, de az nem baj, ugye? Dehogy baj, húha! Az a helyzet, hogy ez a szívecske, ez nem jött össze. Ti hogy álltok, srácok? Jó van? Szóval na, Ákos! Nézzük! Ákos! Tökéletes! De ügyes vagy, azért mondom, hogy az enyém, az elég durva, nem? Ez fog világítani, mint az állat. Nagyon durva. A száját nem tudom kitalálni még, hogy hogy legyen. Hogy milyen fogakat csináljak neki. Ádikám? Ádikám, rossz nézni, nehogy a késsel elvág magad. Ügyes vagy nagyon, de kicsikém segítsek? Biztos? Hoppa, hoppa. Ó, kiszedte! Nagyon ügyes vagy! Lehet, nagyon jó vagy. Ugye, igen, egy kicsit még faragjad ki. Nagyon ügyes vagy. Nagyon, az Ákosnak kijött az orra is. Hú, hát az enyém az brutális. Az brutális szerintem, kedves nézők. Nem tudom, milyen szájat csináljak neki. Mi lesz benned, ami a tiédben durva, az, hogy fényes lesz? Micsoda? Az lesz a tiédben durva, hogy nagyon fényes lesz? Nem. Az enyém az a legjobb lesz. Egy fogam lesz, azt is tombolán nyerte. Mint te? Mint én. Nagyon csúnya! Elrontottam! Dani, az a foga, hogy nincs ott fog. Tényleg rosszul csináltam. Fordítva kellett volna. Jó, várjál! Ne röhögjél! Ne röhögjél! Most kell kis késsel itt a szemöldökét kivágni. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Szerint, hát ezt nagyon elrontottam. Bakker! Ezt nem hiszem el. Ó, ez nagyon durva. Akkor nem csak az enyém veszi el rossz? Hát, nem. Jó. Ákos, mi van, megszaladt? Meg. Óvatosan. Ó, fú, de csúnya. Jobb szájat is vághattam volna neki. Hát, ez szomorú. Ezt itt nagyon elrontottam. Egy fogat akartam, de a fogat nem úgy kellett volna kivágni, hogy főfele. Most, mintha hiányozna innen neki. Ez így nagyon rossz. Várjál, hol van? Á, de kár érte. Hát, mi az ott mi lesz? Az a szemöldöke akar lenni. Hogy faragja? Ügyesek vagytok. Na, sikerül, Ákos? Ez tökéletes lesz. Nagyon jó, első faragásod jó lesz? Nagyon jó. Lehet, hogy ti ügyesebbek vagytok, mint én. Jaj. Már lehet, hogy tavaly is jobban meg tudtátok volna csinálni. Ilyen mesterműt még én is láttam. Én kész vagyok, srácok. Ha belerakjuk a gyertyát, igenis szép lesz. Nagyon ügyesek vagytok, Ádikái nagyon aranyos lesz amúgy. Ez az első tökük a srácoknak. Ákos, a ti nem mondom, nagyon nehezett, főleg a szemöldökében nagyon megszenvedtek. Én ilyen óriási szemet választottam neki, úgyhogy szerintem jó lesz, meg is mutatom a nézőknek. Kicsit aldó van a szája. Mi van, Niki, nem tetszik? Nem. Szerintem ez jó, egy 5 éves tud ilyet hasonlóknál. Tényleg. Igen, de azon szinten vagy. Szóval az én tököm így néz ki, ha készen vannak a srácok, azt is megmutatjuk, és akkor beletesszük a gyertyákat is, megnézzük, hogy hogy fognak kinézni. Kíváncsi, hogy beszakadt a szeme? Beszakadt Ádi a szeme? Jó, legyen olyan szeme akkor. Szemöldöke beszakadt a szemébe az Ádikának. Jó, nem baj, a másik szeme az egy ilyen. Ezt én nagyon elrontottam. Elrontottad? Miért?
Hát már nem itt kellett volna körbevágni, hanem belül. Nem baj. Ha bizt, de baj. Baj? Baj, meg baj. Na várjál, ebben még ki lehet jót hozni, mert nem várjál. Hát ez óriási. Ez nagyon jó. Szemét szerettem volna. Ez nagyon jó, csi. Persze. Az is szívecske lesz a szája? Az nem. Nem az akart lenni. Az enyém szerint a szemei nagyon jók lettek. Óriási. Óriási, csak ez az egy fog, ez nem jött össze, sajnos nálam. Jó, kiszedem, nem érdekel. Szedd ki, jó lesz a szemöldöknek. Ne aggódjál. Na, ügyes vagy, Ádi. Azaz. Azaz. Jó, megvan a szája. Jó, mondjuk nem biztos, hogy ez a virággal, de hogy... Niki belerakott egy virágot, mert látott jó, a trükköt. Jó, nem ilyen virág kell hozzá, mindegy. És akkor ez mi jó? Hát ez ilyen szép dísz. Aha. Csak ilyen... nem ilyen virágok. Ez a kis, amúgy jobb lett volna végigvágni. Tényleg? Rájöttél a jó késre? A kisse? Na mi? Olyan fogat akartam én is. Hát jó, csak te egyet. Ne elrontottam. Hát ez sem. Ügyes vagy! Ki esett az is. Nem baj, nem baj, jó lesz az öcsi. Tényleg az első tökfaragásod farag ki az orrát, és akkor jó lesz. Nagyon aranyos lett az Ádikái. Nagyon jó. Ákos, te hogy haladsz? Én nem sugárok, én is kész vagyok, már csak szája van. Ó, nagyon jók vagytok. Hát kíváncsiak, mert akkor fog jót mutatni, ugye, hogyha lekapcsoljuk a lámpát, és akkor... A tiéd egy kicsit, mintha bele ne rúgva, nem? A tököd. De nagyon aranyos lesz. Hát büszke lehetsz magadra, amúgy meg te is, Ákos, mert az az első tökötök lesz. Igazából tényleg, nem tudom, 5 évet csináljuk ezeket a tökfaragós videókat? Kábé. És még soha nem farag, csak mindig közösen faragtunk, ja. Ugye? Tököt, itt volt az ideátban nagyobbak a srácok is. Ádi, ez világi cuki lett amúgy, világi cuki lett. Nem tudom értelmezni ezt a szemét, de nem. Jó, de az akartam, jó, nem úgy akartam. Jó, a Niki megmutatja közben a nézőknek, meg nekem is, igen. Hasonlót, igen, nézzük meg a nézőknek is mutatom. Úgy néz ki, amit az előbb akart virágosan. Jó, ilyen hasonlót szeretem. Hasonlót szeretett volna, hát nem jött össze, nem baj. Jó, hát itt te kész vagy? Jó, igen, ezt söpört bárnyál oda viszem, és akkor söpört bele légy szíves. Össze kell takarítani természetesen. Ákos is nem sokára kész van. Rakjuk bele a gyertyát, és megnézzük, hogy az idei tökünk hogy néz ki. Mutasd először így a nézőknek, hogy azért lássuk meg. Nagyon aranyos szerintem. Enyém az ilyen lett. Mindjárt megnézzük mindjárt gyertyával is. Ákos, azt kell mondanom, hogy szerintem a tiéd lett a legjobb. Igen. Nagyon ügyes vagy. Igen. Most mi van? Félfogát még levágod? Hát nem. Az le fog szakadni. Ja. Apa is itt van, csőapa. Apa elrúd, de mi hoztad a csavarbehajtót? Nem tudjuk. Apa hozott csavarbehajtót, meg fúró szárakat is. Könnyebb lehet volna faragni vele? Sokkal, hát én próbálj ki. Na, faragjak valamit vele? Ja, de mit család! De sokkal könnyebb! De hallod, hogy mindjárt bevágsz a kettő szemet közé. Hát ez így nagyon jó! Tényleg sokkal jobb! Fogat is lehet könnyebb aludni vele. Tényleg? Jó, de nem kellett nekünk behajtó, mi ügyes gyerekek vagyunk. Na, de tényleg jó. Nagyon cuki. De tényleg jó amúgy. Csak itt a szeme az ilyen 9-es lett. Ja. Jó, van iszok. Így egy kis tutit. A Ákos dolgozik, mi csak iszunk, nem? Aha. Nem iszunk meg ide vízet. Milyen csaj írt neked Snapchat-el? Milyen csaj? Te vak vagy? Jaj. Nagy fő kaptál vizet. Vigyázz, ki meg kikapunk. Nagyon jó hallod, Ákos. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Én is. Hogy sötétben hogy fog kinézni. Majd a Niki csinál a képet is. Hogy várjon, mint jó tényleg. Tényleg kapunk. Én nagyon szeretem az ilyeneket, nem is tudom amúgy. A mi gyerekkorunkban még nem volt annyira elterjedve ez a tökforogás. Ugye nem tudom, töklámpás felvonulás volt, és akkor hívtuk az embereket a bálba. Hogy holnap este gyertek bálba, és akkor töklámpás felvonulás volt, közben utána a gyerekeknek zsíros kenyér, tea, felnőtteknek forralt bor, igen, hogy ez így nálunk falun, ez így a mai napig hagyomány, és ez szerintem tök jó, ilyen közösség összekovácsoló dolog. Dani, így leveszem olyan, mintha már világítanak. Lehet. Jó lesz, jó lesz. A
apa is hozott virágot bele a tetejébe. Jó, nézd! Figyelj, leveszem olyan, mint a virág. Tényleg. Az ákos töke így néz ki. Ennek a tetejét rakjuk rá. Ákos töke így néz ki. Most rakjuk bele a gyertyákat, és nézzük meg, hogy sötétbe hogy néznek ki. Én a személyné be tudom rakni, meggyújtani, igen. Csak nálatok nem tudom, hogy fogjuk majd. Az enyém az megvan. Ahogy mindig is csináltuk. Majd sötétbe lesz jó. Hé, hey, nem fog elaludni. Ja, mindjárt lekapcsoljuk majd, tehát meg kell még gyulladnia. Jó, Ádi, a tiedet megpróbálom úgy, hogy meggyújtom, és akkor belerakom, jó? Jó. Vagy beleejtem, mert hát ott nem tudunk középről megcsinálni a dolgokat. Jó, oké. Okay. Benne van. Várjál, benne van, de... ott középen nem a legjobb. Húha. Hát, jó, látszódni fog majd, szerintem. Tedd rá a tetejét. Ákos, a tiéd már most jó, nem? Jó, rátesszük a tetejét, villanyoltás, és megnézzük, hogy hogy fog kinézni. Kíváncsi vagyok. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Hú! Ez... nagyon cuki. Ádi, a tiéd is nagyon jó. Mutasd, Dani, a tiédet. Kész lett az Ádi, ahogy látjátok, nagyon kis szolíd, szerintem nagyon aranyos, büszke vagyok rád, Ádika. Első forogásodra szerintem tökéletes, nagyon aranyos. Ráadásul tényleg majdnem meg tudtad valósítani, amit a netről csináltál. Ja. Hát az enyém az egy kicsit bénább. Én tényleg arra mentem, hogy spontán legyen az egész dolog, és nagy szívecskés szemei legyenek, hogy tükrözve a feleségem iránti szerelmemet, mert ő kérte. Igen. Jó, az túl nyálas volt, bocsi. Hogy nem így gondolod. De így, de így gondolom. És az Ákosé szerintem azt kell, hogy mondjam, pedig Ákos, te legelőször faragtál tököt. A Sanji tök. Szerintem nagyon szép lett, rád is nagyon büszke vagyok. Köszönöm. Úgyhogy nagyon ügyesek voltatok, srácok, kitettetek magatokért, úgyhogy szerintem ez az eddigi legjobb tökforgós videó, úgyhogy nagyon-nagyon jók vagytok. A mai videónk így fog véget érni, nyugodtan küldjétek el nekem Instagramon, vagy bárhol, ahol faragtatok tököt, hogy a ti tökötök milyen szép lett. Én nagyon büszke vagyok a srácokra, srácok, élveztétek? Igen, nagyon jó volt. Közös kis családi tökforgás volt, nagyon ügyesen végeztek a srácok, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor... lájkoljátok és iratkozzatok fel a Lazdánia csatornáját. Köszönjük szépen! Sziasztok! Megijedtetek? Na. Na jó.